Szerda este meghaladta a 2 milliót az igazolt koronavírus fertőzések száma a világban, a halálos áldozatok száma 130 ezret közelíti. Az Egyesült Királyságban tetőzik, vagy a tetőzés közelében jár a koronavírus járvány, a kormány egészségügyi főtanácsadója szerint. Gyógyultan bocsátottak el a kórházból egy 107 éves brit nőt, aki 3 héttel a koronavírus fertőzés igazolása után negatív tesztet produkált. Ezzel ő a legidősebb, aki felgyógyult a betegségből. 514 koronavírussal összefüggő halálesetet jelentettek a francia kórházak, az idős otthonokból pedig 894-et. Ezzel a járvány áldozatainak száma Franciaországban meghaladja a 17 ezret. Egy nap alatt 4500 új igazolt fertőzést jelentettek. Az egyetlen pozitív fejlemény, hogy folyamatosan csökken az intenzív osztályon ápoltak száma, és egyre többen hagyják el gyógyultan a kórházakat. Nem lélegezhet fel Olaszország sem, bár az új igazolt esetek és az intenzív osztályon ápoltak száma is lassan csökken, még mindig 600 körül alakul naponta a koronavírus halálos áldozatainak száma. Ezzel együtt Olaszországban kinyithat néhány kisebb bolttípus, könyvesboltok, gyerekruhaboltok, és a Lombard regionális önkormányzat azt javasolja, hogy május 4-től szigorú védelmi intézkedések mellett nyissanak meg a térség nem létfontosságú üzemei is.